Na hát, sziasztok srácok, én Dolfi 2006 vagyok, és itt is lennék a legújabb videóban. Végre eljött ez a nap is. Itt van a Chapter 2-nek az utolsó napja. Itt van pontosabban 35 perc van még ebből a chapterből. 35 perc múlva, hát jó, még 35 perc múlva kezdődik az event, és az event után nem mondhatjuk már azt, hogy Chapter 2-ben vagyunk. 2 napig fekete lyuk lesz, 2 napig. Vasárnap és hétfőn. És mint ahogy láthatjátok is, már a szóló Disable ölték, meg az összes többi játékmódot, és a The End van itt, erre rá is kattintok szerintem. 232-esnek sikerült felmenjek most ebbe a seasonbe. Kivittem a Battle Pass, kivittem az összes style-t, mindent, összes bónusz rewardot, mindent, amit el tudtok képzelni ebbe a seasonbe, ezt nem flexelésből mondom egyébként. Meg is nézem a replayjeimet. És itt van ez a replay most, hát igen, ez most nem volt a legjobb helyezett, ez volt az utolsó meccs, amit itt fent láttok, ez volt ma, ugye ma volt, az utolsó meccsem a Chapter 2-ben. Itt alatta van, ugye ez ma reggel volt, csináltam egy wint, igen, és itt viszont, amit itt fönt láttok, ez volt az utolsó meccsem a Chapter 2-ben. Nagyon fel vagyok hype-olva, szóval szerintem én el is indulok, és akkor nézzük meg, hogy mit tartogat ez az event. Wow, hát mi folyik itt? Hoppá. Ebbe be tudok szállni? Nem tudok beszállni. Ott van ugyebár az event visszaszámláló. Itt vannak a playerek. Ilyen kevesen vagyunk itt bent. Azt hittem én, hogy fullon lesz. Nem tudok pacsit adni neki? Nem? Nem lehet? Nem lehet. Hát akkor nem lehet. Ez van. Cső, nem lehet. Körülnézek azért. Itt van ugye a kék Kevin kocka, ahogy látom. És itt van a széle a pályának. Innentől már át nem tudunk menni. Ugye itt van ez a IO bázis, vagy nem is tudom mi van itt pontosan. Ugye ott van Pleasant, és oda már át nem lehetne menni, hogyha minden igaz. Nézzük csak a kék kocka, az visszalök. Aha, visszalök. Nem lehet valahogy felbuggolni a tetejére? Hát mondjuk nem hiszem. Mondjuk, hogyha fölmennék a tetejére, ott is csak lögdösne össze-vissza, ameddig egy idő után lehajítana. Ó, ja, közben úgy feltöltődött a shieldem, szóval most kaptam egy challenge-et. Ez volt az utolsó challenge, amit megcsináltam a Chapter 2-ben remélhetőleg, ha csak nem kapok még valamit, úgyhogy nem is tudok róla. Fú, te, Jézus Mária, mi történt? Hát, azért ez nem rossz szerintem, tehát, hogy itt most szerintem megint egy rohadt jó update lesz, és megint úgy fogom érezni, hogy nagyon oda tettek most az Epic Games. És szerintem most megint napokig csak Fortnite-ozni fog konkrétan. Akkor hype lesz az egész körül, hogy olyat még nem látott szerintem a gaming világ. Jó, mondjuk azért nem kell túlozni, azért na, mégse lehet, hogy mégse valószínű a legjobb, nem tudom mi lesz, amit még Jézus Krisztus se látott, de azért szerintem nem lesz rossz. Tehát szerintem egész jó lesz. Építeni azt nem lehet, de még csak meg se nyitja az építésemet. És most hiszem észre, hogy még csak csákányom sincs. Nem tudom egyébként, hogy mi szükség volt arra, hogy ne legyen csákányom. Egyébként legalább most jobban megcsinálták, szóval, hogy nem lehet kiütni se semmit, nem lehet építeni se semmit. Mert egyébként, akik emlékeznek a The Device eventre, ami Season 2-nek a végén volt, akkor az Agency-t teleépítették konkrétan az emberek. Szana szét volt építve, szana szét volt szedve. Konkrétan már nem az Agency volt ott, hanem nem is tudom micsoda. Egy nagy Mongrel versus Benji Fishy fight, vagy fogalmam sincs mit lehetett ott látni. Szóval az legalább most jó, hogy nem lehet szétszedni a mapot, meg nem lehet lerakni dolgokat. De most, hogy a pickaxe-et minek kellett elvenni, ezt nem tudom, mert meg lehetne oldani azt, hogy minden törhetetlen legyen és ne tud kijutni. Csak szimplán jobban néz ki, meg Fortnite-szerűbb, hogyha pickaxe-el rohaggálsz, nem pedig csak egy üres kézzel szerintem. Azt tudom, ha lenne ilyen low gravity. Szóval, hogy ilyen nagyot lehessen ugrani, nem csak így ezzel a kék Kevinnel, hanem akár, hogy így bármikor nagyot lehessen ugrani. Ez az, amit szerintem mindenki szeret az eventekben. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy kedden mégis mi lesz itt, ugyanis hát én nagyon várom legalábbis. Nekem ez a véleményem róla nagyon jó lesz szerintem. Nyilván egyesek azt mondják, hogy nem, mert túl sok a változás és túl komplikált lesz, és nem lesz olyan, mint a régi Fortnite, de hát most ez miért baj, tehát... Lol, most is hallottad ezt a sebzés hangot, szóval hogyha minden igaz, akkor itt meg tudnék halni. Bár mondjuk azt remélem megcsináltak, hogy ne tudjak meghalni. Szóval térjük vissza a témához, miért baj az, hogyha egy játékot fejlesztenek. Szerintem az nem kéne probléma legyen, hogy bejöttek új update-ok. Sokan szitták a Fortnite-ot, hogy ilyen olyan rossz játék lett a Chapter 2-ben.
hogyha egy régi játékos megkérdeznénk, hogy melyik volt a kedvenc szezonja, hogy biztos nem azt mondaná, hogy Chapter 2 Season 1 vagy Season 2, vagy esetleg későbbi szezonok, pedig szerintem jó volt. Hanem egyesek azt mondják, hogy egy régebbi játékos azt mondaná, hogy az egész Chapter 1 jobb volt, mint bármelyik season a Chapter 2-ben, ami nem igaz szerintem. Tehát azt nem mondja nekem senki, hogy azért, mert egy játék egyszerűbb, és azért, mert egy játéknak rosszabb a grafikája, attól jobb lesz, mint egy olyan játék, aminek jobban néz ki a grafikája, meg kicsit komplexebb. Persze ez nem egyértelmű, hogy ez vagy az kell a jobbik legyen, viszont szerintem nem volt rossz így sem a játék. Jó, akkor megint leülök ide szerintem, úgy ahogy szoktam, és akkor várom, hogy történjen valami. Gyerekek, még 12 perc van, és most sikerült itt hárman egy perfect timingot összehozzunk, szóval hát nagyon jó. Ahogy látom, kaptunk most fegyvereket és tudunk lőni zombikat. Bár mondjuk, hogy ennek mi értelme van, azt nem tudom, mivel az event az még nem kezdődött el. Nem tudom, kapunk XP-t? Mondjuk igazából full felesleges most már az XP, szóval nem tudom. Nem kapunk érte semmit, akkor ez csak így fanolásból, hogy ne unatkozzunk még az alatt a 9 perc alatt, gondolom, vagy nem tudom. Az lenne jó, azt a... Ja, bele lehet ülni, ja, jó. Most már bele lett. Éppen azt akartam mondani, hogy jó lenne, ha bele lehetne ülni, mert ugye az előbb megpróbáltam, és nem tudtam beleülni ezekbe. Viszont, hogyha találnék én is egy üreset, csak már mindet elfoglalták, az a baj. Ja, és most már lehet építeni is. Ja, hogy most már lehet építeni, meg minden. Playert meg tudom lőni? Nem, a playert nem tudom meglőni. Akkor neki mi értelme van, hogy lehet építeni, de a playert nem tudom meglőni. Törni tudok vajon? Nem, törni nem tudok. Hát akkor matit így nehéz lesz szerezni. Nem baj, nem is probléma, hogy egy player nem tud 10 buildnél többet lerakni, mivel másképp teleraknák itt ezt az egész területet építményekkel, ami nem lenne a legjobb, szóval hát jobb is talán így. Nem bírom megnyitni az inventory-t. Az autorán az megy, nem jelzi ki, hogy autorán van, és nem bírom megnyitni az inventory-mat, hogy kicseréljem a fegyvereket. Kidroppolni, és most kaptam matit valahonnan? Jó, most már lehet szedni. Az erre még szedni se lehetett ki dolgokat. És csak 100-at lehet egyszerre felhalmozni belőle. Aha, nem kapunk semmit, hogyha ezeket szétlőjük. Akkor olyan történik valami, hogyha megölnek? Hogyha meghalnék? Bár mondjuk szerintem nem sok esélyem van arra, hogy ezek megsebezzenek engem, mert itt a playerek mind szétlövik addig. Lol, is csak 30-an férünk fel egy ilyen szerverre? Hát 29-an vagyunk, mondom 30-an férünk fel most. Egy ilyen szerver, hát ezt nem tudtam mondjuk. Jó tudni. De ne lőd bárki, hülye vagy? És kilövi alólam, vágod? És kilövi alólam, hogy pusztulnál-e? Ezeket nem lehet kiszedni. Ott lent azokat ki lehetett szedni, de ezeket nem. És a playernek a buildjét sem tudom kiszedni. He, editálni azt tudom, de kiszedni azt nem. Ennek is sok értelme van, és ki is tudta lőni a player, a másik player. Tehát konkrétan itt van a másiknak a buildje, azt tudom editálni, de kiszedni... Ja, de ki is tudom szedni, akkor ezeket miért nem tudom kiszedni? Nagyon nem vágom, mi van itt. Mindegy, a lényeg az az, hogy 6 perc múlva kezdődik, szóval, ja, nagyon király. Egyébként azok, akik beléptek most a Fortnite-ba, mielőtt még ez az event megtörtént volna, kaptak egy ingyen wrappet, illetve egy betöltő képernyőt, tehát ezeket nyilván most már nem fogjátok tudni megszerezni. Nem is tudtam volna ezt hamarabb tudatni veletek. Max, hogyha felraktam volna még event előtt gyorsan egy videót, viszont hát most, na... Biztos másoknak is volt erre a videójuk, szóval mindegy, nem lényeg. Biztos tudta mindenki meg, aki már alapból akart jönni erre az eventre, az feljött előtte, szóval hát igazából valószínűleg aki itt van az eventen, annak mindig mindenkinek megvan. Nyilván azért szükséges, hogy előtte legyen, mert utána már nem nagyon tudnák, mivel hát tulajdonképpen vége lesz most már ennek a chapternek, és nem lesznek szerverek, szóval hát nehéz lenne megoldani. Max úgy, hogy kedden kapnátok majd chapter 3-ba, de az még nem lenne jó. 4,5 perc, 4,5 perc. Azt a rohadt élet, nagyon sokat sebeznek ezek a zombik is, meg majdnem meghaltam full damage-be, szóval nem tudom, nem kéne meghalni szerintem. Azt mondjuk nem értem, hogy miért van egyes dolgokat ki lehet ütni, más dolgokat meg nem. Lol, és ide raktam egy lépcsőt is, mert ez kiriklészel, tehát nagyon jó. Kevesebb, mint egy fél perc is kezdedik, 20 másodperc is kezdedik az event. Nem hiszem el, hogy idáig eljutottunk, nem hiszem el, hogy ezt a napot is megéltük, azt a minden. 5 másodperc, 4, 3, 2, 1, és... háromszög, ja. Ott, tesó, már ott el lehetne végezni a Pitagorász tételt szerintem, ott. Ó, komolyan leestem, azt lenokkolódtam, az nice. Jöjjön már valaki, felrevivaljon, ha nehogy már. És valami történik ott a piramisnál, a királynő, nem tudom. Jó, föl
Revivaloltam magamtól, ahogy látom. Most ezt akkor én elfoglalom, szerintem a szétlövöm. Hát most meg már lőni fele? Ó, a király üvöltötte egy nagyat. Nem tudom, hogy mi fog itt történni. Aha, szóval, hogy az utolsó valóság is a kezében van tulajdonképpen. Nem mondsz, hogy ezek az UFO-k. Ezek az UFO-k komolyan. Hát nem hiszem el, ezek az UFO-k. És akkor most mi lesz? Ilyen kis UFO-k eljönnek, azt elrabolják a vesénket? Vagy mi lesz most? Szóval ezeket az UFO-kat tulajdonképpen a királynő hozta ide? Vagy nem tudom. Ezeket szét lehet lőni vajon? Szét lehet lőni az UFO-kat, várjál már. Bár mondjuk szerintem jobban járok, hogyha én magam lőném ki ezeket. Nem tudom pontosan, itt van most egy pár. Aha, pusztít minket rendesen. Azt a mennyi kocka van itt. Jézus Mária, mennyi kocka van itt. Az nem semmi. Azt mondják. Szóval, hogy pusztítsátok el, gyermekeim. Na nézzük. Elpusztítom én a te gyermekeidet, mindjárt. Csak nem ma, mert annyian vannak, mint a rohadás. Na, gyerünk, szétlőjük őket. Ennek itt már nincs sok HP-ja szerintem. Jó, ez meg is döglött, ahogy látom. Igazából full mindegy, mit csinálok, úgyis meghal a sziget, szóval nem tudom, minek lövöm őket, de jó van. Addig sonatkozok. Hoppá, mi történik? Elvette a fegyveremet. Elcsorták a fegyveremet? Csak a vas benne vagy? Vagy most mi szükség volt erre a fegyverre? Komolyan. Adómentesen le tudja adni? Vagy nem tudom. Aha, ott írja is kint a chaten, vagy azon a nem is tudom micsoda az pontosan, hogy eliminálva lettek bizonyos játékosok. Én még élek, én még... Jaj, ne, ugye nem most haltam meg. Elméletileg én még kéne éljek, már nem írtak ki, hogy meghaltam volna. Itt van fent valami, fogalmam sincs micsoda, de rohadt félelmetes, meg rohadt nagy. Itt van a kék Kevin, és ez szétzúzta konkrétan. Akkor valószínűleg a kék Kevin az jó volt, és azt szétzúzták tulajdonképpen. Aha. Itt most lementünk a föld alá. Itt van Dr. Sloan. Hoppa, mi történt? Baszta mindenit. Na nézzük, mi fog történni. Aha, csak nem. Mert, hogy is hívják ezt, Foundation? Vagy nem ez a Foundation? Azt hiszem ez a Foundation, nem vagyok ott van az ilyen teóriákban. Aha. Aha. Jó, hát akkor a Foundation az nem ma kezdte, annyit kell tudni. Szóval igen, a Sloan azt mondta, hogy láttalak meghalni, de közben nem így történt. Na nézzük, mit mondanak. Aha, mi a terv? Jó ötlet. Na nézzük. Neki megyünk az őröknek, az jó lesz. Az igen, mondom, én nem kis pályás. Szóval, hogy át kell menni a másik oldalra. Csak hogy ez hogy működik, azt nem tudom pontosan. Gondolom ott lesz a chapter 3, vagy nem tudom. Na nézzük. Na. Aha, hoppá. Jó, sikerült. Ez ilyen könnyű lenne, ilyen szerencsétlenek, amúgy ez miért van, hogy minden játékban, minden filmben az őrök olyan szerencsétlenek amúgy.
Aha. Jó, most ide bemennek. Itt most át tudnak menni a másik oldalra, vagy itt most mi lesz? Nagyon nem vágom a sztorit, szóval ja. Mert a Fortnite-nak most a storyline-jában nem vagyok otthon. Na nézzük. Az egy bomba? Ja, az egy bomba volt. Hoppa! Na, és ilyenkor itt most mi van? Ja, hogy én itt vagyok! Aha. Ja, meg itt van a többi player is, jó van, akkor... Erre kell, gondolom, követni kell ezt a... Nem is tudom, ez kicsoda egyébként itt, de ezt gondolom követni kell. Ez a Foundation? Hoppá, hoppá, mint hogyha úgy dőlne el a világ. Na nézzük. Ha? Azt a rohadt jól meg van csinálva, hát ez nem kis munka lehetett az Epicnek. Na nézzük. Itt van a busz. Szóval, hogy nem kell aggódni a buszt, hozza, vagy elrakja, vagy nem tudom. Hoppa. Akkor arra nem, akkor erre kell. Ott valaki kiabált. Nézzük. Kivág azt, amilyen szép kockát kivágott. That's the last one. We did it. Where's my gun? Okay, I may have dropped it in the zero point. So, beledobta a fegyverét a zero pointba. Yeah. Keep saving you. Good, you made it, and you brought the loopers. The surface is lost, but we can't be safe. Nem lehet ahogy láttam, sőt, nagyon menni se lehet sehova, mert barriér van mindenhova. Hoppa. Fókuszálni lehet a jobb klikkel, ahogy látom. Bár mondjuk sokat nem ér, de... Fogalmam sincs ez egyébként itt most mi volt. Elképzelésem sincs, de azért jól megcsinálták. Akkor ezt gondolom az űrhajó, vagy nem tudom. Na nézzük. Nézzük, hova megyek, vagy mi történik most velem. Itt vagyok a vízbe. Igen, király. Itt vagyok a vízbe, és akkor ilyenkor most mi történik? Megfordul a sziget! Ott van a királynő, de most a királynőben mi van ilyenkor? Nézzétek csak, ott van, ott úszik valami a vízben, nem tudom, hogy mi van ott. A túloldalon is ott van valami tábla, vagy nem is tudom, fogalmam sincs micsoda van ott. És konkrétan a sziget elfordul. És legyőzték a királynőt? Hát én mindjárt libabőrös leszek. Hát mindjárt bőgni fogok, hát olyan büdösül jól meg van csinálva. Hát itt... Na jó, itt az Epic Games-nek le a kalappal. Nem akarok több olyat hallani, hogy a Fortnite egy rossz játék. Nem akarok többet ilyet hallani. Az igen. És itt van egy teljesen új sziget. A Chapter 3. A Chapter 3 mapja. És hoppá, 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 jön egy hullám. Hoppá. Hoppá, nagyjából így érzem magam a tengerre, mikor a tengerbe is vagyok. Hoppá! Hát az nem volt kellemes biztos, de... És gondolom, akkor ennyi volt az event. Hát most itt vajon mi van? Fú, remélem veszi a felvételt. Ha nem veszi a felvételt, én felakasztom magam. Itt van egy fogalmam sincs mi van. Ja, az azt gondolom én lennék. Azt hiszem az én skinem ott. És ennyi. Ennyi. Gondolom vége van akkor, nem tudom. Nem ért ki semmit, hogy mikor lesz Chapter 3, vagy hogy lesz. Hát azt tudjuk mondjuk, hogy kedden lesz, de egyébként, hogy mikor pontosan, vagy hogy, azt nem lehet tudni, gondolom reggel, vagy délelőtt valamikor. Most nem ért aki annyira pontosan, másodpercre pontosan, mint ahogy
máskor szokta, de úgyis még 2 óráig le lesznek állva a szerverek szerintem, szóval hát csak kilépni tudunk a játékból, ja. Valahogy rázumolni esetleg nem tudunk, hogy jobban megnézzem, hogy mi van ott, vagy valami? Nem. Nem tudunk jobban, ennyi volt. Körülbelül 15 percet tartott az event, igen. Pontosan 15 percet szerintem. Rohadt jó. Ezek után mondja azt valaki, hogy a Fortnite egy rossz játék. Hát mondjuk majd meglátjuk, hogy a Chapter 3 milyen lesz, de azért szerintem itt nem lehet kifogásunk. Na de hát srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen lájkoljátok ezt a videót és iratkozzatok fel a csatornára. Írjátok le kommentbe, hogy ti mit vártok el a Chapter 3-tól, hogy várjátok-e vagy valami. Mit vártok el a Battle Pass-től, legyenek-e karácsonyi skinek vagy bármi, amit ötletetek van igazából. Úgy tudhatjuk, hogy valószínűleg karácsonyi season lesz a Chapter 3 Season 1. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban, Chapter 3-ban. Sziasztok!